Ulyás Márton mágnesként vonzza a pénzt a globalista szervezetektől. A Partizán alapítójának adománygyűjtő lobby tevékenysége sokat nyom alatt be a baloldalon. Amíg a közös ország alapítvány pénzelte Gulyás Márton korábbi csatornáját, addig odaérkeztek a külföldi pénzek. Ahogy viszont egy másik alapítvány kezdte el finanszírozni a 2020-ban útjára induló Partizánt, ott jelentek meg a külföldi donorok. Erről ír a Mondiner. Közben csalás és pénzmosás gyanújával indulhat nyomozás, Márkizai Péterék amerikai pénzei miatt az összefüggésekről is kérdezi németi Noémi ifjabb Zoltánt. Köszönöm szépen, így van ifjabb Lomnici Zoltán, alkotmányjogásszal a század vég jogi szakértőjével folytatjuk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nézzük akkor a konkrét számokat. A Partizán, ez ugye Gulyás Gergely YouTube csatornája, az emögött elő alapítvány 2020-as évre vonatkozó Pénzügyi beszámolója szerint 5,4 millió forintból gazdálkodott. Ez a parlamenti választás megelőző évben hirtelen 272 millió forintra ugrott. Mi indokolhat egy ekkora bevételnövekedést? Hát sok minden, és ezek egy része legális, egy része pedig olyan kérdést vett föl, amely kapcsán felmerülhet az illegalitás, a jogszerűtlenség, akár a csalás lehetősége, általánosságban mondom ezt természetesen, tehát a konkrét ügyben nem csak az ártatlanság vélelme miatt, hanem általánosságban azért, mert ez hatósági vizsgálattárgyát képezheti, nyomozó hatósági adott esetben, vagy ügyészségi, törvényességi felügyeleti eljárás tárgyát és a Mandiner tényfeltáró cikke valójában egy olyan tendenciára mutat rá, amely Magyarországon leginkább azért tudott elburjánzani, mert 2017-ben volt egy olyan törvény, amely Határozott meggyőződésem szerint nem csak a jogállamiság próbáját állta ki, hanem a környező országokhoz hasonlóan, vagy éppen az amerikai és az izraeli szabályokat is figyelembe véve a demokrácia alapelveinek is megfelelt a külföldről finanszírozott civil szervezetek átláthatóságáról szóló törvény. És semmi más nem várt el ez a jogszabály, csak azt, hogy regisztráljanak. NGO-k, külföldről finanszírozott szervezetek, mint ahogy még egyszer mondom, Ausztriától, az Egyesült Államokán át, Izrael vagy Ausztrália példáját vesszük, regisztráljanak egy olyan feltételrendszer mellett, amely pénzügyi forrásokhoz, bevételhez kötött, mint ismeretes az Európai Bizottság ezt a jogszabályt elkaszálta, és azt is tudhatjuk, hogy a fő érve az volt, hogy a tőke szabad mozgása, itt csak egy rövid lábjegyzetet szeretnék tenni zárásképpen, ugye az, többször elmondtam, a cseh soros elnökség hat pontjából a negyedik, hogy az Európai Uniós gazdasági szuverenitást meg kell őrizni. És a tőke szabad áramlásának alapelve az az Európai Unión belülre vonatkozik. Tehát az unión kívüli forrásokra nem, függetlenül attól, hogy az Egyesült Államokból érkezik, Dél-Amerikából, Kuala Lumpurból vagy Malajziából. Ami a kérdés, hogy az Európai Unió immunrendszere, gazdasági immunrendszere ilyen, ilyen helyzetben működik-e, vagy akar-e működni, illetve hogy érdekli-e az az Európai Uniót, hogy maga a rendszer úgy épül fel, hogy mondjuk egy berlini központú OSF kap pénzeket, és az osztja szét az egész Európai Unióban, és lám már megvan oldva az, hogy a tőke szabad áramlása biztosított legyen az Európai Unión belül. Tehát nyilvánvalóan ezeket a kérdéseket kell az illetékeseknek megvizsgálni, és ez alapján lehet nem csak értékítéletet, hanem ítéletet is mondani. A nevet az előbb tévesztettem elnézést, kérek, Gulyás Mártonról van természetesen szó. Szóval mi lehet Gulyás Mártonnak a szerepe ebben a kérdésben? Ugye a Mandiner úgy fogalmaz, hogy ő pénzmágnesként működött, most ebben a kampányban újság íróként tűnt fel, de tudjuk, hogy ő a, volt a Krétakör egykori ügyvezetője, egy baloldali aktivista, aki többször szerepelt ellenzéki tüntetéseken felszólalóként is. Igen, hát a, ezek a, a szervezetek, illetve a személyek, akik szóba kerülnek a Mandinár cikkében, azok egyébként hagyományos módon folytatnak úgy lobby tevékenységet, hogy nem is annak tűnik sok esetben, nem véletlenül említettem az Egyesült Államokat, ott külön szabályozzák azokat a külföldi forrásból dolgozó személyeket és szervezeteket, akik államtól vagy külföldi pártoktól kapnak pénzeket, és akik gazdasági társaságoktól. Tehát ez az egyik az, az úgynevezett fara törvény, a, a, az FDA regisztráció, tehát az, hogy a szervezeteknek lobbizó aktivisták, ra vonatkozó szabályok alapján milyen tevékenységet kell kifejteniük, az egy más jogszabályi kör által nyer szabályozást, de az ténykérdés, hogy mind a két területet, tehát ha valaki külföldi államtól, vagy pártoktól, vagy külföldi gazdasági szervezetektől kap pénzt, az regisztrációs kötöttséggel járó jogszabályi rendelkezések hatája alá tartozik az Egyesült Államokban. Ami Magyarországot illeti, meggyőződésem, hogy miután ez a 2017-es jogszabály nem ment át a tűfokán, illetve meggyőződésem szerint az EU joggal ellentétes módon megakadályozta a bizottság ennek bevezetését. Ma bizonyos értelemben egyébként a hatályos, az átláthatóságot az állam szempontjából garantáló, de az NGO-k szempontjából ezáltal kevésbé garantálni tudó szabályozás mellett viszonylag könnyen lehet ilyen típusú anomáliákat találni. Hát amit ön is említ, az nem hogy egy stúdiónak, egy podcast műsornak, egy szerkesztőségnek hirtelen 4-5-6-szoros pénzre van szüksége a választási kampányban. Ez nem életszerű, de természetesen ők érvelhetnek azzal, hogy ez teljesen normális. Ami a kérdés, hiszen a felvezetőben is hallhattuk, mindig az, hogy szemben a civil szervezetekkel a pártok még közvetett módon sem részesülhetnek előnyben külföldi pénzből, anonim forrásból, jogi személyektől, és ennek a kérdésnek a megvizsgálása az pedig az állami számbevőszékre tartozik. Nagyon kevés időnk marad, de egy kérdés erejéig térjünk még ki a mindenki Magyarország a mozgalomra, ez ugye már Kizai Péternek a mozgalma, Hódmezővásárhelyi polgármester nemrég arról beszélt, hogy még júniusban is érkeztek támogatások a tengeren túlról ehhez a mozgalomhoz. Most csalás miatt indult nyomozás. Mi lehet a következménye egy ilyen eljárásnak? A csalás és a pénzmosás törvényi tényállását, hogyha megnézzük, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy idegen vagy éppen bűnelkövetésből származó vagyon forrásának elleplezését kell vizsgálni, tehát ez egy elég komplex tényállás, másik esetben pedig a jogtalan előnyszerzést, mások megtévesztése vagy tévedésbe ejtése által is ezáltal a károkozást. Hogyha ez megvalósul, akkor nyilván ennek következményei lesznek az Egyesületre nézve, ha pedig az állami számbevőszék talál közvetett támogatást akár, vagy közvetlen támogatást a pártoknak a külföldi forrásokból, az meg a pártokra nézve eh, fog szankciós eljárást eredményezni, ugye vagy ennyivel megrövidítik a költségvetésüket, vagy még ezzel párhuzamosan ekkora összeget be is kell fizetniük az államkasszába. Én ennek köszönöm szépen, hogy Köszönöm szépen.